adatlap érkezett. Átveszem. Pécs Edison utca 1-es érkezett egy adatlap. Egy életmentésről van szó magasból. A bejelentő az EU-n azt írja, hogy a helyszínen szerelőpáros egyik tagja a rácsos nagyfeszültségi dinoszlopon rosszul lett. A szerelőpáros másik tagja megkísérte társának lementését, de fel kell készülni alpintettek a mentésre. Őrnagy úr, jelentem akkor, hogy a Pécs 1-es és a Baranya Kálmászt riasztok a helyszínre 1-es kiemelt fokozatban. Figyelem, riasztás! Műszaki mentés! Egyes, Fecskemű, Kármű! Kívánok, megyeket azt mondom, hogy illetve beszélek a tárgyisztől zászlós. Kaptunk egy bejelentést öntől, mint a Zeon üzemirányítástól, miszerint magasban rekedt egy szerelőpáros. Érdeklődnék, hogy bővebb információval tud-e szolgálni. A tűzoltó egységeiket kiküldtük a helyszínre, riasztással mennek a helyszínre. Érdeklődnék, hogy milyen magasan találhatók a szakemberek a helyszínen. Igen, az oszlopon. Egy 10 méter magasságban? Rendben, rendben. A megközelítésre tudások legalább mondani pontosan, hogy melyik részen menjünk be a kapu? Értem, rendben, akkor a szakember is kint lesz a helyszínen. Jó, perceken belül kérjük a helyszínre. Köszönöm szépen, viszont hallás. Jelentkezik Barnya Pécs 24-esnek, kérem vonuljon 1-es kiemelt fokozatban Pécs. Edison utca 1-es a hőerőmű objektumához kéne vonulni. Egy szerelőpáros egyik tagja rosszul lett egy nagy feszültségű vihoszlopon. A szerelőpáros másik tagja megkísérli társának lementését. Fel kell készülni alpintechnikai mentésre is. Ezért Kálmász is riasztva lett a helyszíre. 1-es kiemelt fokozatban az adatlapon elhangzottak, leírtak. A valóságnak megfelelnek. A jelzést az EON üzemirányítási központ adta. Kérem vonuljanak megkülönböző jelzés használatával.